2017. augusztus 11-én nézzünk meg néhány hírt abból, azok közül, amik foglalkoztatják az embereket. Az egyik ezek közül nyilvánvalóan, ami Észak Korea, illetve az Amerikai Egyesült Államok között zajlik, ez a húzavona. Néhány videót már erről láthattatok a csatornán. Ez az egész egy színjáték. Nem csak ez a része a politikának, az összes többi. Kim Jong-un, a jól lakott napközis és Donald Trump, aki tulajdonképpen egy idióta szerepét játsza. Ez a két ember megtéveszti az egész világot, nem csak ők, az összes többi. Ki azt gondolja, hogy Putyin vagy bárki más nincs benne ebbe, az sajnos nem érti azt, hogy hogyan működik a világ. Aki nincs benne ebbe, az nem kerül oda. Az embereket kiválasztják, nem megválasztják. Ezek az emberek így nőttek fel, ilyen nevelést kaptak, ahogy láttátok a múltkor néhány videóban a jezsuita katolikus nevelésről. Ezeket az embereket réges-rég kiválasztották erre a szerepre. Ők ebben a körben nőnek fel, ők eljátszák a szerepüket. Kim Jong-un ugyanúgy, ahogy Donald Trump. A másik az, hogyha valaki komolyan veszi azokat a videókat, amelyek érkeznek Észak-Koreából, akkor az nem érti, hogy mi a valóság és a fikció közötti különbség. Azok propaganda videók. A hírek tulajdonképpen nem más, mint propaganda videók összessége. A hírekben nincsen valóság. A hírek egy üzlet, ugyanúgy üzlet, mint a szórakoztatóipar, a politika, a diplomácia, a tudomány, az oktatás, ezek mind-mind üzlet. Arra való, hogy pénzt szerezzenek azok az emberek, akik nem értik, hogy mi a fontos a világban. Azokból, akiknek fogalma sincs, hogy mi zajlik a világban. Van egy kis réteg, aki irányítja ezt az egész világot, ők azok, akik tudják, hogy mi zajlik. Még néhányan, akik felébrednek arra, hogy ez az egész egy hatalmas színjáték. A vallást kihagytam, de most akkor megemlítem, a vallás ugyanolyan üzlet, mint az összes többi. Bizonyos embereket a pénz motivál, a legtöbb ember azonban jóhiszeműen részt vesz benne. Ugyanígy, mint a politikai szavazás, ugyanúgy a templom, az összes többi. Az igazságot sehol nem mondják el igazából az embernek, de mindenhol valami hasznot húznak belőle. Azonban az, aki a végén nevet, az mindig az ellenség, és az a kis csoport, aki az ő segítségével uralja és irányítja a világot. Akik valóban tudják, hogy mi zajlik a világon, akik értik azt, hogy az űrkutatás egy hoax, akik tudják, hogy a nukleáris energia és az atombomba egy hoax, akik tudják, hogy az egész politika egy hazugság, akik értik azt, hogy az oktatás nem arra szolgál, hogy az emberek megtudják az információt, hanem hogy elrejtsék az emberek előre az információt, hogy droidokat termeljenek ki, akik egyet gondolnak, akik ugyanazt gondolják, akik választ tudnak adni egy előre beprogramozott kérdésre, egy olyan választ, amit elvárnak tőlük. Ha bármi más választ adnak, akkor az nem jó jegyet szül. A válasz és a kérdés előre be van programozva. Az jó, aki azt a választ adja, ami be van programozva. Aki más választ ad, az nem lesz jó. Aztán ezek az emberek, akik beprogramozott válaszokat képesek bemagolni és visszaismételni, ezek lesznek a szakértők a tévében, a médiában, ami szintén egy üzlet. Ebből emberek pénzt csinálnak, mint a szakértő, mind a reklámkészítő, a tulajdonos, mindenki. Abból, hogy az embereknek propaganda videókat készítenek arról, amit ők szeretnének, hogy az emberek gondoljanak a világról. És aztán az emberek beveszik, hiszen ez ömlik az oktatásból, a szakértő ezt mondja, a médiából, ugyanúgy programozzák közben a szórakoztatóiparban, és mindenhol máshol. Politikában ugyanezeket a mondatokat büfögik vissza az összes bolond, aki ott szerepel. Ezért az emberek elhiszik, hiszen mindenki ezt mondja, és úgy mondja, hogy mindenki nem hazudhat. Mindenki nem hazudik, mindenki csak nem érti, és nem tudja, hogy mi zajlik a világon. Ha az emberek gondolkodnának egy percet is, vagy legalább egy fél percet, megértenék, hogy ezek az emberek, mint Trump, vagy akár a felesége, ezek színészek. Ugyanúgy a magyarok, ugyanúgy a külföldiek, a tévében mondom, mindenki kap színészképzést azért, hogy el tudja játszani a szerepét. Mindenki felolvassa a szövegét, ezt mindenki tudja. Miben különbözik az egy színésztől? Megírják a szöveget, ő felmondja. Ő neki az a szerepe, hogy eladjon egyfajta gondolatvilágot. hogy manipulálja az embereket egyfajta irányba. Ugyanúgy, ahogy Hitler tette, ugyanúgy, ahogy Sztálin tette, amikor tanulunk, és azt hiszük, hogy ó, miért ostobák voltak, hogy ebbe vették. Mi ugyanúgy beveszünk csak egy másik dolgot. Mi ugyanúgy bevettük azt, hogy a fiú lehet lány, a lány meg fiú, meg hogy atombombák röpködnek itt a világon, meg hogy egy karakter úgy néz ki, mint saját maga karikatúrája, ő sakban tartja az egész világot, és ezt ugyanabból az 5 propaganda klipből szűri le a világ. Ugyanazokat a rakéta indítási kísérleteket mutogatják már fél éve. Fél éve azt mondták, hogy 5 év, mire interkontinentális rakétája lesz. Most már van 60 darab nukleáris robbanófejjel felszerelt rakétája. Az emberek nem figyelik azt, amiről szó van. Az emberek nem képesek megérteni, nem fogják fel sajnos azt, hogy mi az, amiről ezek az emberek beszélnek. Azért, mert mindenki azt hiszi, hogy ő olyan okos. Azért, mert van 10 diplomája, meg eltöltött x évet az oktatásban, vagy ott tölti, vagy azért, mert sok hírt nézett, vagy sok könyvet olvasott a hazugságról, amit történelemnek hívnak, vagy az önéletrajzokat, amiket megírt ugyanúgy valaki, ahogy ezeknek a szövegét írja meg valaki. Elhiszik az emberek, mert mindenhonnan ez folyik, mert olyan csatornák, amikben megbíznak, azért, mert így vannak programozva. Úgy vannak programozva, hogy az M1, a BBC, a CNN, ezek azok, amik elmondják az igazságot. Ezeket ugyanazok az emberek birtokolják az egész világon. Az a maroknyi embercsoport szabja meg, hogy mi a hír a 10 000 hírcsatornán, aki megszabja azt a politikusnak, hogy mit mondjon. Az információ az más, mint a hírek. Észak Korea úgy, ahogy mi gondoljuk, nem létezik. Az egy propaganda videó, az mindenkinek a fejében egy képzeletnek a szüleménye. Egy olyan képzeletnek, ami manipulált videós sorozatokból áll össze, amely címekből áll össze, tweetekből, néhány szavas mondatokból áll össze. A hír ennyi az emberek fejében, hogy Trump figyelmezteti Észak-Koreát, hogy légy nagyon ideges. Az emberek fel sem tudják fogni a többit, nem is kell. Ők csak látják azt, hogy BBC, látják azt, hogy fenyegetés, nukleáris háború, stb. Stb. Megvannak a szavak, amik különböző érzelmeket kiváltanak az emberből. Ez az egész egy nagy-nagy manipuláció. És akkor olyan ostobaságok, mint hogy Kína figyelmeztette az USA-t. Elég csak egy robbanás képet a háttérbe tenni, meg Trump fejét, már mindenki tudja, hogy miről van szó. Így működik a programozás. Aki nem érti ezt, nézze meg a Pavlov kutyájáról szóló videót. Mikor meglátja az élelmiszert, elkezd fogyni a nyála. Ugyanígy működik az ember is. Meglátja a képet, beindul egy reakció, onnantól kezdve már az érzelmei átveszik az irányítást, és nem érti azt, hogy miről van szó. Csak az, hogy Kína figyelmeztette az USA-t. Azt nem érti, hogy közben az összes ország együtt csinálja az űrkutatás hoaxot. Mindenki részt vesz, Kínától Észak-Koreáig mindenki. A nukleáris hoaxban ugyanúgy mindenki részt vesz, Japántól az összes ország. Akkor hogy egymás ellen harcolnak? Úgy, hogy az egész egy színjáték, egy megírt koreográfia szerint halad. Az egész egy óriási hazugság. Ezek az emberek megegyeznek, mikor van a G20 találkozó. Megbeszélik, hogy mi a stratégia. Megkapják az üzeneteket azoktól, akik valóban irányítják a világot, hogy mi az, amit hazudniuk kell azoknak, akik alattuk dolgoznak, és hogy azok mit hazudjanak azoknak, akik alattuk dolgoznak. Forgatókönyvírók megírják a forgatókönyvet, megírják a párbeszédeket, azokat, amiket felolvasnak, a tweeteket. Valaki azt gondolja, hogy Trump ott ül, és a telefonján küldözi a tweeteket. Van egy csoport, aki meghatározza, hogy most éppen a koreográfia szerint mi legyen az ő tweetje. Ugyanúgy, mint ahogy egy énekes nem ül le és írja meg a szöveget, meg a zenét, hanem megkapja, hogy mit énekeljen. Azt elénekli, az emberek éneklik, hallgatják, és az átalakítja szépen lassan az emberek gondolkodásmódját. Így működik a propaganda, így működött mindig is. A szakértők aztán megjelennek, elmondják az ő véleményüket, ami tulajdonképpen egy begyakorolt szöveg, hiszen ők ugyanúgy abból a katolikus rendszerből kerültek ki, mint ahogy az ellenség állítólag. Ezek az emberek együtt dolgoznak. Még akkor is, ha nem tudatosan, de azzal, amit mondanak, azzal megtévesztik az embereket. Lehet, hogy ők sem tudják, hogy hazudnak. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ugyanazok a szavak röpködjenek mindig. Észak-Korea, fenyegetés, nukleáris háború, atom, Donald Trump. Onnantól kezdve az emberek már úgy, mint a programozott robotok, mint a droidok, magyarázzák ezt majd egymásnak a munkáját. Hallottad, hogy ez ezt mondta, meg Gibbs Jakab azt mondta, meg mit tudom én ki azt mondta. Tényleg, na utána nézek. Hol néz utána? Ugyanazon a hírcsatornákon, amik már 50 éve manipulálják az egész emberiséget, amelyek ugyanannak az 5 embernek a kezében vannak. Mint ahogy az összes politikai párt, az összes egyetem, az összes mindenség. Nem kell mindenkinek benne lennie, sőt nem kell mindenkinek hazudnia direkt. Ugyanúgy, hogy az emberek, akik arról beszélnek, hogy 50 atombombája van Észak-Koreának, ő se hazudik direkt, egyszerűen csak nem érti, hogy nem csak az a hazugság, hogy 50 atombombája van, hanem az atombomba maga, az egész nukleáris biznisz egy nagy hazugság. És utána magyarázzák egymásnak, hogy megindulnak az amerikai katonák, meg hajók, meg mit tudom én mik. Nekik teljesen mindegy. Azokat a hajókat úgyis az emberek fizetik ki. Az ő adójukkal, azzal, hogy halálra dolgozzák magukat, azzal, hogy házuk nincs, autók nincs, semmiük nincs, mert mindent részlete fizetnek meg kamatra a bankra. Nekik teljesen mindegy, ők meggazdagodnak. Ezen az oldalon meggazdagodnak, azon az oldalon közben az egész világot uralmuk alatt tartják. A kínai elnöknek ugyanúgy, mint az észak-koreainak vagy az amerikainak, teljesen mindegy, hogy az emberekkel mi történik. És akkor arról van szó, hogy Trump az hazafi, meg ő Amerikát helyezi előtérbe, vagy Putyin elleneszegül az új világrendnek. Mi érdekli őket? Csak gondolkozzon el mindenki, mit érdekli őket, hogy mi történik az emberekkel. Az, hogy nekik 1 vagy 10 millióval több lesz, vagy kevesebb, nekik teljesen mindegy. Trump fél Manhattan-t birtokolja, Putyiné az összes olaj Oroszországban. Ő csak egész egyszerűen lemegy majd a bunkerébe, megvárja, míg az emberek kiírtják egymást, egy olyan valóságra alapozva a nézetüket, ami soha nem is létezett, meg nem is fog. Utána előjön, békét kötnek, és akkor lesz az új világrend, amitől mindenki fél. Amiben most él tulajdonképpen, csak még nem hivatalos. Az új világrend egy fikció. Olyan, mint egy science fiction film. Amiben semmi nem igaz, amit az emberek tudnak, vagy gondolnak a világról. Minden a képzelet szüleménye, de az emberek nem tudják ezt. Ezért írták meg az 1984-et, ezért mutatták meg a szép új világban, hogy milyen lesz. Az embereknek fogalmuk sincs a valóságról. Az emberek csak a híreket olvasnak. Aki nem olvasta még ezeket a könyveket, mindenképp olvas el, amíg még lehetősége van rá, és meg fogja érteni, hogy ez az egész egy terv eredménye. Azok az emberek nem okosak voltak, vagy kitalálták, hogy mi lesz, azok az emberek tudták, hogy mi lesz, mert ők 50-60-100 évre előre dolgoznak. Míg az ember 2 napra előre tervez, vagy legfeljebb a nyári szabadságát tervezi meg hetekre előre, ezek az emberek szépen, gondosan az ellenség segítségével évszázadokra terveznek. Ők tudják, hogy mi lesz, ők türelmesek, ők kivárják őket, nem érdekli, hogy milyen kocsiuk van, vagy milyen házban laknak. Úgy is tudják, hogy meg lesz nekik, amit akarnak. Ők csak egyszerűen türelmesen végigjátsszák a játékot. Ők nem arra mennek, hogy 2 nap múlva mi lesz, vagy hogy mekkora autóm, milyen ruhám van, vagy mit gondol majd a selfie-mről a szomszéd. Ők bevállalják azt, hogy egy egész világ utálja őket, vagy bolondnak tartja őket, vagy köpködi őket. Őket nem érdekli, őket a terv érdekli az, hogy végrehajtsák azt, amiért dolgoznak ők, és az összes elődjük a történelem során. Ez az, amit meg kellene érteni. Mindenki. Trump és Észak-Korea, ez az egész dolog egy hoax, egy hazugság. Észak-Korea egyáltalán nem úgy működik, ahogy ezek az emberek elképzelik. Azok a felvételek, amiket mi látunk, azok stúdióban készültek azért, hogy az emberek egyfajta képet alkossanak a világról. Olyat, amilyet azok akarnak, akik irányítják és uralják ezt a világot. Gondoljon bele mindenki! Tudjuk, hogy manipulálnak minket. Tudjuk, hogy a politika egy hazugság. Tudjuk azt, hogy a média egy hazugság. Legalábbis remélem, hogy már az emberek tudják. Miért lenne más a tudomány, az oktatás, a szórakoztató, ha minden egy hazugság? Tudjuk, hogy minden néhány ember irányít. Legalábbis akik ezt a csatornát nézik, vagy ebbe a videóba belebotlanak, remélem értik már ezt. Miért akarnák azok az emberek, hogy mi megtudjuk az igazságot az oktatás során? Vagy a tudományból, vagy a médiából, vagy a szórakoztatóiparból, miért gondolja az bárki is, hogy azért csinálják, hogy neki jó legyen? Miért gondolja az bárki? a valóság egy fikció, egy álom, ami össze van rakva újsághírekből, iskolában bemagolt ostoba dolgokból, verselemzésekből, a hamis történelemből, a hősökből, a Szent Korona népéből, meg ezekből az ostoba dolgokból. Ehhez hozzájárul még az, hogy a szakértők ezt megerősítik, hogy mindenki az egész életét ráteszi arra azokra az évekre, amiket ebben a rendszerben tölt el. Ezért van az, hogyha elmegy valaki vidékre, egy földművesnek több józan esze van, mint bárkinek a városban. Mert ő nem ment keresztül ezen az agymosáson. Őt még tud gondolkodni józanul, úgy, hogy ezektől a propaganda dolgoktól mentesen. Ez az, ami miatt az emberek elhiszik, hogy Kim Jong-un, vagy Donald Trump, vagy Vladimir Putin, vagy az összes többi valós emberek. Mert a szakértők és a megbízható források ezt állítják. Ezért találták ki a szakértőt. Ezek a dolgok mind fikció. A szakértő, a megbízható forrás, az oktatási rendszer, a média, ezek fikció. Propaganda videókat és információt terjesztenek. Nem a valóságot, hanem egy bizonyos képet a világról. Ha nem lenne az Economist és az ehhez hasonló megbízható források, az emberek alkothatnának egy világképet az alapján, amit tapasztalnak. Akkor nem hinnék el azt, hogy mi kolonizálni fogjuk a Marsot, vagy azt, hogy az elektromos autó jobb, mint a másik. Vagy az, hogy egy nap majd mi mindannyian kézen fogunk táncolni egy tábortűz körül, félretéve az összes ellenségeskedést, és robotok fognak minket kiszolgálni, és hogy a nem létező társadalom fizeti majd a nyugdíjat. Azonban sajnos ez nem így lesz. Az nem tűnik fel senkinek, hogy senkinek fogalma sincs igazából, hogy a pénz hogy működik, senkinek fogalma sincs arról, hogy az egészsége, a szervezete hogy működik, hogy mit kellene ennie, vagy hogy esetleg 10-20 év múlva mire lesz kereslet. Mindenki csak azt tudja, hogy most mindenki ügyvéd akar lenni, a jövőre meg mindenki tanár akar lenni, azután meg mindenki menedzser akar lenni egy nagy cégnél, mert mindenki azt akarja. Arra nem gondol senki, hogyha mindenki azt akarja, akkor 20 év múlva mindenki az lesz, akkor lehet, hogy nem lesz olyan nagy kereslet, vagy nem lesz akkor a piaca ugyanannak a dolognak. Ez a probléma, hogy az emberek nem gondolkodnak. Ez a legnagyobb probléma. Azt hiszik, amit látnak. Aki azt gondolja, hogy a magyarok azok előrébb járnak, vagy még nem olyan leputított nép, ez a hír elárul mindent. Ahol ez a karakter még mindig szerepel, ahol még ennek mindig van valamennyi hitele, az sajnos az a hely, az ugyanott tart, mint az összes több. Ugyanazokat a média trükköket használják itt, mint amit Amerikában. Ugyanaz a propaganda gépezet működik itt, mint ami Amerikában. Itt a cigányokról van szó, a melegekről, vagy az akármikről van szó, ott ugyanez a helyzet. Érthető? Az egész egy színjáték. Egy propaganda. Azok az emberek, akik az emberek hisznek, akikben bíznak, azok, akik megtévesztik őket. Itt nincsenek hősök, ebben nincsenek olyan emberek, akik értünk, harcolnak, akik feltesznek mindent azért, hogy nekünk jobb legyen. Ebben megtévesztő emberek vannak, csak. Az egész egy hoax, a valóság egy fikció, a valóság egy propaganda film, és egy hazugság. Egy olyan álomvilág, ami apró részekből áll össze. Az oktatási rendszer, a tudomány, a média, a szórakoztatóipar és a politika mind-mind ezt a célt szolgálja. Az igazságot egyik sem mondja el, csak egy részét. Pontosan annyit, hogy meggyőzze az embereket annak hitelességéről. Ez az egésznek a lényege. Remélem, hogy érthető mindenki számára. Aki akar, elgondolkozik ezen, aki nem, az meg tovább köpködi ugyanúgy, ahogy eddig tette. Nekem teljesen mindegy, hogy ki mit hisz. A végén a teremtő úgyis magához fogja hívni azokat, akiket akar, akik meg nem, azok meg ha fejen állnak, se jutnak oda. Így se úgy. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy alázattal és engedelmességgel keresse ezt az utat, mert akkor lesz valamennyi esély. Azonban mindenki, aki magát okosnak gondolja, az a végén rájön, hogy mennyire ostoba. Ha ez a bölcsesség a világtól jön, az ostobaság a mindenható elő. Mert az És ez a bizonyíték arra, ami ma történik a világon. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja!